Sziasztok! Ma március 8-a szerda van, és úgy gondoltam, hogy ma videózni fogok, mert az elmúlt néhány videó az a rossz napjaimat foglalta magában, és próbáltalak titeket is belevonni ebbe, hogy ha ti is hasonlóan érzitek magatokat néha, akkor tudjátok, hogy nem vagytok egyedül. Egyfajta motiváció jelleggel próbáltam készíteni ezeket a videókat, hogy mi hamarabb ti is túlessetek ezen a fázison, mert ugye ez egy hatalmas körforgás az egész, az érzésekkel kapcsolatban is az élet, hogy néha jól érezzük magunkat, néha rosszul érezzük magunkat, de akár jó, akár rossz, idővel vége lesz, és fordul a kocka. Ugyanígy a jó napokon is, hiába ma éppenséggel jó napom van, tudom, hogy idővel majd újra visszatérek a kicsit rosszabb napjaimhoz. Nem feltétlenül ma, nem feltétlenül holnap, lehet, hogy a jó időszak az tovább tart, mint a rossz, vagy vice versa éppen fordítva, de idővel vége lesz. És amikor ilyen jó napjaim vannak, és motivált vagyok, és jól érzem magam a bőrömben, ezeken a napokon nem olyan sűrűn szoktam videókat készíteni, mert csak bum-bum-bum-bum, csinálom a tennivalóimat, mert rengeteg energiám van, és jól érzem magam, és motivált vagyok, és próbálok minél többet, minél kevesebb idő alatt véghez vinni. De mivel megmutattam nektek, hogy hogyan telnek a rossz napjaim, így szinte kötelességemnek érzem, hogy megmutassam azt is, amikor jó napjaim vannak, és elvégzem a teendőimet, és jól érzem magam, és minden úgy alakul, ahogy szeretném. Ez nem feltétlenül fog úgy alakulni a mai napon minden, ahogy szeretném, de most jelenleg, ebben a pillanatban jól érzem magam, motivált vagyok, és készen állok, hogy leküzdjem a mai napom kihívásait, és gondoltam, megosztom veletek ezt is. És általában, amikor ilyen jó napjaim vannak, és úgy érzem, hogy egyedül képes vagyok legyőzni a világot, ilyenkor kiszoktam használni ezt a jó érzést, és minél több dolgot szoktam véghez vinni, ami az energiámat, vagy a jó felfogásomat veszi igénybe, mert ugye a rossz napokon nem feltétlenül jó a felfogásom sem. Szóval ilyenkor próbálok koncentrálni azokra a dolgokra, vagy éppen csak apróságok, amit máskor nincs kedvem elintézni, de most van annyi motivációm, hogy tök mindegy, hogy mennyire halogattam és mennyire utálom ezt a tennivalót, ma megcsinálom, mert ma jól érzem magamat, és még ez sem képes lehúzni a hangulatomat. Szóval ilyenkor fogom magam és készítek egy listát, és próbálok a lista alapján haladni a tennivalóimat, majd nem feltétlenül abban a sorrendben, ahogy felírtam őket, de próbálok elvégezni mindent, ami a listámon van, és gondoltam most, akkor ezt megosztom veletek. Lesz egy-két dolog ezen a listán, ami számotokra nevetséges, hogy ezt most miért írod fel, de vannak olyan napok, amikor hiába jól indul a napom, és ilyen jó kedvem van, mint most, de a nap végére viszont vagy elfáradok, vagy valami történik napközben, és akkor tökre megy az egész. És olyankor jó visszanézni erre a listára, hogy akárhogy is végződött ez a mai nap, de rengeteg minden, ami a listámon volt, azt le tudtam csekkolni, és egy pici jó érzéssel tölt el az, hogy mindattól függetlenül, hogy rosszul végződött, azért rengeteg mindent elvégeztem, és akkor egy kicsit ezzel is fel tudom magam vidítani nap végén, ha már rosszul alakultak a dolgok, vagy nem tudom. Ez lehet csak az én fejemben van így, és lehet, hogy ez nálatok nem így van, de sok minden múlik a felfogáson, az érzésekkel kapcsolatban is, hogy hogyan fogjuk fel a történéseket, amik velünk történnek, vagy a külvilágot, ami körülöttünk zajlik. Szóval én próbálok. Még akkor is, amikor rosszul érzem magamat, és rossz napjaim vannak, akkor is próbálom a maximumot kihozni belőle, és jobbá tenni, vagy fordítani a kockán, mert fejben dől el sok minden. Nem minden esetben tudunk javítani
a pozitív gondolkodással az érzéseinket, mert a kettő az nem feltétlenül működik egyben. Sokszor a gondolkodással tudjuk az érzéseket kontrollálni, de van, amikor az érzések kontrollálják a gondolkodást. Szóval akárki akármit mond, a kettő együtt nem mindig működik. Legalábbis számomra ezt én a saját tapasztalatomból mondom. Na de, nem is ez a lényeg, ez a kezdő 5 perces motiváció lelki fröccs, szívesen. Szóval, a mai lista, mi lesz a mai listán? Ma már korán keltem, mert tegnap ünnepeltük Csabika szülnapját félig itthon, mert hogy nem itthon, hanem hogy, hogy is mondjam. Igazából munka után felvettem őket a bevásárlóközpontba, mert tegnap nem volt iskola, sztrájk volt a Csabika iskolájában, és ezért Melanit sem tudtam megoldani, hogy ő menjen suliba, Csabika anyósomnál volt, vagy ex-anyósomnál volt. Szóval mind a kettőjük szépen mamánál volt, és délután úgy beszéltük meg, hogy találkozunk a bevásárlóközpontban, mert úgy is szeretett volna menni a nagymama az egyik butikba. Szóval ott találkoztunk, mert én ugye Csabikával és Melanival is úgy szoktam csinálni a szülinapot, hogy választhatnak egy ajándékot, amit igazán szeretnének, és ugye azon felül még valami közös programra megyünk el. Akár étterem, akár mozi, ugye a Melanie szülinapján azt hiszem moziba voltunk, tavaly Csabika szülinapján étterembe voltunk, szóval akármi, ami éppenséggel jön. De ugye mivel ezek már megtörténtek, most idén a bowlingot terveztem, úgyhogy hétvégén megyünk bowlingozni. De az első része, mivel 7-én van a szülinapja, ezért 7-én kapta meg a fizikai ajándékot, és tortát, és elmentünk a Mekibe is enni, szóval próbáltam egy különleges délutánnal tenni a napját, hogy úgy érezze is, hogy szülinapos, nem csak egy átlagos nap. Szóval ez történt tegnap, de ezt miért is hoztam föl? Nem tudom, miért hoztam föl. Ja, igen! És ugye teljesen kifáradtam, kipurcantam, ugye én reggel mentem dolgozni szokásosan. Iszonyat sokan voltak az étteremben, mert sztrájk volt, és ugye a városközpontban van az étterem. Szóval minden sztrájkoló, amint megéhezett, hozzánk jött be, én úgy érzem, mert rengeteg ember volt, rengeteg embert szolgáltunk ki. Szóval szaladgálás volt az egész, elvágtam az egyik ujjamat, a szaladás közben elcsúsztam és elestem, szóval bevertem a fenekemet is. Katasztrófa volt a tegnapi munkanap, de ugye utána még a bevásárlóközpontba mentünk, játékot választottunk, megisztünk, visszavittem az egyik cipőt, Csabikának vettem egy kis cipőt, de nem találom a blokkot, és az applikációmban nem találtam meg a blokkot, amivel vásároltam azt a cipőt, szóval nem bírtam visszaváltani egyébként. Úgyhogy hordja addig, amíg jó, mert pont jó a lábára, és egy számmal nagyobbat szerettem volna venni. De hát így alakult. Nem egy horribilis összeg, mert valami 6,90 euró, vagy valami ilyesmi. Tehát nem egy horribilis összeg, azért annyira nem vagyok csügget miatta. De hát nyilván azért jobb lett volna, hogyha tovább használhatja. Szóval iszonyat fáradt voltam a nap végére, és elfelejtettem, hogy ma napközi van, és főznöm kellett volna. Lefekvéskor jutott eszembe, hogy nekem főznöm kellett volna, szóval ma korán kellett kelnem, és főztem bolonyait. De Csabika nem rajong a bolonyaiért, megpróbáltam rábeszélni, nem jött össze, úgyhogy csinálom kellett rizst is. Még szerencsé, hogy csak két gyerekem van, és két félét kell főznöm, de semmi baj, igazából 10 perc az egész, és lényegében alapból tudtam, hogy nem biztos, hogy el fogja fogadni, de azért megpróbáltam. Néha beválik, szóval egy próbát megért. Szóval csináltam bolonyait, és csináltam rizst már korán reggel, kivettem a húst a mai kajához, és kitakarítottam. Aztán mondom, hogy nagy takarítást végeztem, mert nem, de szép tisztaságban ki van porszívózva. Portalanítanom kell, szóval ez lesz az első a listán. Portalanítás.
mert két naponta kell itt portolanítani, és ugye ma a napköziben vannak a gyerekek, szóval én 4-kor végzek, de csak 6-ra kell értük, mert nem, szóval van másfél órám nagyjából, mert negyed óra még hazaérek, negyed óra még elmegyek értük, szóval fél órát leveszünk belőle. Szóval van nagyjából másfél órám, ez alatt majd meg kell főzni, szóval a főzést is felírom. Meg kell főzni, és ugye amíg fől az étel, addig van egy-két apróság, ami belefér az időmbe, és mint ahogy említettem, ilyenkor, amikor ilyen jó napjaim vannak, akkor próbálom maximalizálni az időt és a kihasználását az időmnek. Szóval kell majd portalanítani. Nem fogok hatalmas portalanítást végezni, hanem csak megfogom a kis Swifferemet, és átmegyek a felületeken, és ott, ahol látom, hogy vannak ilyen ragacsfoltok, mert ugye két kisgyerekkel állandóan vannak, azokat a foltokat fogom csak egy nedves tisztítószeres rongyal letörölni, amúgy csak áthúzom a Swiffert mindenen. Ezen felül egy fontos dolog, szerintem az egyik videóban említettem, az előző videóban szerintem említettem, hogy rendbe raktam a hivatalos papírjaimat, viszont megmaradt még az egyik munkahelyemről való papíroknak a kinyomtatása. Ez nagyon fontos, már egy éve hallgatom, mert egy évvel ezelőtt, hát még nem teljesen egy évvel ezelőtt, de nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el ott dolgozni, és azóta egy papír sem nyomtattam ki. Szóval... ez fontos. Aztán nem tudom még, mi fog beleférni az időmbe. Ha belefér, akkor egy adag kimosása. Ma reggel már kimostam egy adagot, és azt ki is terítettem. De elég jó idő van, szóval kikapcsoltam a fűtést, úgyhogy nem akarok nagyon-nagyon sok ruhát kirakni a szárítóra, hanem próbáltam őket egy kicsit elegyengetni, hogy több hely legyen nekik száradni. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja őket, az én fejemben ez így van. Hogyha nagyobb a tér, akkor jobban száradnak. Nem tudom, nem feltétlenül van ez így, de én így szoktam csinálni. És szóval, hogyha úgy, ahogy háromnegyed részben megszáradnak, akkor lehetséges, hogy kimosok egy másik adagot, és akkor ugye az éjszaka alatt meg tud majd száradni. És ezen felül van egy melltartóm, amit meg kellene varnom, mert leszakadt a pántja, de csak az egyik, nem vészes. A varrás mentén szerintem selejtes volt, vagy nem tudom, az az egy része az a varrás mentén kifeslett, vagy nem tudom, hogy mondják. Szerintem igen, úgy mondják, hogy kifeslett. Szóval vissza kellene varnom. Mert az az egyik kedvenc melltartom, nyilván ezért is lehet, hogy elfeslett. Szóval nem feltétlenül volt selejtes, lehet, hogy csak túl sokat használtam. És ha már ennyit elvégzek, akkor már szerintem tök jó vagyok. Ezen felül próbálok gondolkodni, hogy esetlegesen mi az, amit régóta... Van egy dolog, amit halogatok, nagyon halogatok. Ugye évelején most januárban vettem rengeteg... nyári ruhát a gyerekeknek az évelei hatalmas leárazáskor. 70%-kal kevesebbért vettem meg a nyári ruhákat, mint eredeti áruk. Ez a tavalyi kollekció volt kiárusítva, de ugye mi nem követjük a divatot. Ebben a lakásban mi nem követjük a divatot, szóval ha a tavalyi kollekció is nem érdekes, funkcionális, eltakarja a testet, kényelmes, ez a lényeg. Tiszta. Tiszta, az is nagyon fontos, hogy tiszta legyen. Szóval, ja. Viszont számba kéne vennem, hogy miből mennyi van, és esetlegesen, hogyha szükség van még ruhadarabokra, akkor azt felírni egy kis listára, hogy amikor eljön a jó idő, mert most már ez egy kicsit jó idő lenni, és szeretek felkészülve lenni. Szandáljuk nincsen, szóval azt biztosan kell, hogy vegyek. A tavalyiak, ha maradtak, én úgy szoktam csinálni, ha előző évről maradtak szandálok, akkor azok lesznek a játszós szandálok, abban megyünk a játszótérre,
abba mennek a napközibe, mert a napköziben rengeteget játszanak, udvaroznak, tönkre mennek a ruhák, szóval a napköziben nem szoktam rájuk iskolás ruhát adni, hanem az itthoni ruhájukat szoktam rájuk adni, mert festenek, ragasztóznak, múlt héten szlájmoztak, tönkre mennek a ruhák, szóval nem adok rájuk iskolás ruhát. Én, nekem anyukám, még kicsi voltam, azt tanította, vagyis hát mi így csináltuk, hogy amint hazaértünk a suliból, akkor le kellett venni a sulis ruhát, és az otthoni játszós ruhába kellett öltözni. Szóval én is próbálom ezt átadni a gyerekeknek, és próbálom ezáltal meghímélni az iskolás ruháikat. Bár Csabika az óvodában is rengeteget játszik, hogyha ki tudnak menni az udvarra, és állandóan tiszta homok, tiszta sár, kész katasztrófa ez a gyerek. De mindegy, ha jól érzi magát, megéri. Szóval, számba kéne vennem, hogy miből mennyi van, mert tegnap is, ahogy voltunk ugye a bevásárlóközpontban, vannak nagyon cuki, most nyílt nálunk a Primark, és voltunk ott bent a gyerekekkel tegnap, és olyan szép kislány ruhák vannak, meg Csabikának múltkor vettem 2 darab farmert, mert ahogy említettem, ő nagyon jókat tud játszani, szóval rengeteg farmerjának teljesen ki van kopva a térde, még nincs kiszakadva, szóval még játszós farmernak tökéletes, de nagyon ki van kopva, és már hát bántja a szememet, hogy abba küldjem el óvodába. Szóval ezért most vettem neki 2 újat, és ugye a Primarkban vettem, mert most nyílt meg, és szerintem még a megnyitási árak vannak, szóval olcsón tudtam beszerezni. De ugye tegnap voltunk a Primarkban, és Melanynek vettem egy nagyon cuki kis ruhát, egy kis pólóval, nagyon édes volt, de nem akarom túl vásárolni, hogy utána ne legyen használva, szóval ezért is szeretném a számba venni, hogy mi van és mi nincs, hogy ha esetleg látok 1-2 cuki dolgot, akkor azt a darabot vegyem meg, amire ténylegesen szükség is van, ne csak egy felesleges darabot vegyek meg. Szóval, ja, de ez nem lesz a mai listán, mert az egy hosszadalmas procedúra, és szerintem még majd el kell hozni Csabától is a tavalyi nyári cuccaikat, és azokat is átnézni, hogy esetlegesen van-e valami, ami jó még rájuk, és ruhákkal kapcsolatban is hasonlóan vagyok, hogyha tavalyról maradt, akkor általában azok a játszós ruhák. Nyilván van egy-két szép darab, ami azért maradt meg, mert ritkán adtam rájuk, mert különleges alkalmakra volt félrerakva. Azokat, hogyha még jó rájuk, akkor azokat továbbra is megtartom, és ugyanúgy maradnak a iskolás ruhatárban. De azokat is át kell majd néznem, szóval majd egyeztetnem kell Csabával is, meg minden. Szóval ez egy procedúra, ez egy folyamat, szóval az nem lesz benne a mai tervben, de nem tudom miért osztottam meg azért veletek. Na mindegy, jó napom van, észrevettétek? Jó napom van. Szóval minden is kavarog a fejemben, a rengeteg tennivaló az itt kavarog a fejemben, és ezen kívül szerintem más tennivaló mára nagyon nincsen. Viszont ilyenkor, amikor jó napom van, és nem vagyok annyira fáradt, ilyenkor szoktam olyan dolgokat is betervezni, ami saját magam kényeztetésére van. Szerintem már meg másfél hónapja próbálom kifesteni a körmeimet, már 2-szer levágtam őket tövig, mert a múltkor is beakadt, pedig picik, és mégis képes beakadni valamibe a munkahelyen, és beszakadt az egyik körmöm. Mindegy. De ilyenkorra szoktam betervezni egy-egy apróságot, amivel kényeztetem magamat, vagy teszek valamit magamért. Ugye mostanság próbálok minden nap, de legalábbis minden másnap tornázni. Szóval ezt is azért felírom, mert ahogy említettem, hogyha esetleg nem úgy alakul a nap végén, a nap, ahogy én azt szerettem volna, akkor a csekkek, a kis pipák, azok jól tudnak esni a kis összetört lelkemnek. Szóval felírom a tornát, és szeretném megcsinálni a körmeimet. Nem fogok semmi extrát csinálni vele,
csak ki fogom reszelni őket, és egy átlátszóval át fogom kenni. És ennyi. Igazából a lényeg az, hogy csak egy kicsit megerősítsem őket, mert szerintem az is közrejátszik abban, hogy hamar letörik a körmöm, hogy nincs kifestve már egy ideje, és ugye szoktam ilyen körömerősítő körömlakokkal kenni. Azt nem szabad egyébként túlzásba vinni, mert ha túlságosan meg van keményítve a köröm, akkor meg azért törik le, mert akkor meg már törékenyé válik. Szóval azzal sem szabad túlzásba esni a körömerősítőkkel. Ezt is a saját bőrömön tanultam meg egyébként, mert volt már olyan, hogy túlzásba vittem. Na de, itt mögöttem van még egy csomó szemét, ugye Csabika ajándéka, meg a tegnapi napnak a szemétdombja, az itt van mögöttem. Ezt le kell vinnem, ezt most mindjárt megyek dolgozni, még van 10 percem, és ezt akkor fogom levinni. És jó! Ennyi tennivaló szerintem bőven elég lesz mára, mert hogyha meg túl hosszú listát írok, és nem jutottam időszűke miatt a listám végére, az viszont egy kicsit le tud húzni. Szóval próbálok ilyen arany középutat találni ezekkel a listákkal is, mert sokszor jártam már úgy, hogy írtam egy hatalmas listát, és hiába megvolt a motiváció, megvolt az energia, és csináltam, és jöttem, mentem, forogtam, sűrögtem, de viszont csak 24 óra van egy napban, szóval nem mindig elég az a 24 óra. Vagy éppenséggel ugye anyaként lehet, hogy a gyereknek szüksége volt rám, vagy nehezebb volt a házi feladat, vagy nem tudom, szerette volna, hogy megnézek vele egy mesét, vagy éppenséggel egy társasjátékot, vagy valami, és nyilván ugye az a fontosabb, hogy a gyerekekkel foglalkozzak anyaként, úgyhogy sok minden közbe tud jönni, szóval próbálok racionális maradni, azt hiszem így mondják a listáimmal, szóval szerintem ez bőven elég lesz mára, úgyhogy be is fejezem a csacsogást, mert nekem nem kell mindjárt dolgozni. És délután, amikor hazajöttem, akkor megpróbáljuk véghez is vinni ezt a listát. Na szóval, hazaértem a munkából, és esek is neki, ettem meg ilyenek. Gyorsan esek is neki a főzésnek. Ugye ma készítem a lazacot, amihez kelleni fog lazac, fokhagyma, citrom, vaj, méz, só és bors, valamint majd a tálaláskor egy kis petrezselyem. Ugye nekem csak szárított petrezselyem nem van, de igazából az csak dekorációnak kell. Szóval az első lépés, hogy megolvasztom a vajamat. Az eredeti receptet majd láthatjátok az infoboxban, ezen nem változtattam semmit, csak annyit, hogy én a lassú főzőben fogom sütni a sütőhelyet, ugye, mivel nincsen sütő. És, amúgy mindent megtartottam az eredeti mentkesben, besózzuk, beborsózzuk a halacskákat. Megolvasztottam a vajat, ugye, és bele fogom reszelni a fokhagymákat villámgyorsasággal. Ez egyébként nem valószínű, hogy a mai menü lesz, ez szerintem a holnapi menü lesz. Egy, mert ma már ugye ettek főtt ételt a gyerekek. És
Kettő, ugye van még a bolonyaiból, amit reggel készítettem, és nem szeretnék pocsékolni, szóval azt fogom előnybe helyezni ezzel szemben, és ugye maradt még a szülnapi tortából is, az nyilván jobban fog érdekelni a gyerekeket most, hogy hazaérnek, szóval nem fogom rájuk erőltetni a halat. Nyilván én, ha megéhezek még estére, vacsorára, akkor én ezt fogom enni, de szerintem őket ez annyira nem fogja most érdekelni. De se baj, így meg van közve holnapra. Ja, és ezáltal a köret az ehhez zöld bab lesz, és rizs. És szerintem egyelőre csak a zöld babot fogom elkészíteni, mert rizs még van reggelről, ugye, Csabika. És holnap, hogyha újra kell majd csinálni, mert nem lesz elég, de holnapra, hogyha kell, akkor inkább frissen szeretném majd csinálni. Szóval most majd csak a zöld babot fogom elkészíteni. Oké. Közben teszem bele. Kiírtam, hogy miből mennyi kell. Kelleni fog bele. 2 evőkanál méz. És egy citromnak a leve. Vagyis hát eredetileg hát ebben most belement egy mag, nem baj. Kettő evőkanál citromlé kellene, de nyilván ha már felvágom, akkor nem fogom elpocsékolni. És a hal meg a citrom az jól megy egymáshoz. Szóval, ja. Ezt még nem dobom ki, később majd belemártogatom a tejámba. Ezeket a citromokat. Na de közben fel fogunk karikázni egy másik citromot. 1, 2, 3, 4. Így. És ez fog ide belemenni nekünk a lassú főzőbe. És mi lenne, hogyha ebből is raknék oda bele? Így mi? Nagyjából elkenegetem a sót meg a borsot a halacskákon, és ezek mennek is bele a lassú főzőbe. Szerintem vágok még egy keresztet. Érzem benne a szálkákat, szóval majd vigyázni kell vele. Égni. És ezen felül nincs más hátra, mint hogy összekeverjük ezt a fokhagymás, mézes, citromos vajat. És rá fogjuk önteni. Ezt muszáj vagyok közelről megmutatni. Ez mindig a legizgalmasabb része. Ó, jól néz ki, jól néz ki. Nem fogok hazudni. Jól néz ki. És megy rá a fedő.
És nem tudom, meddig fogom ebben a lassú főzőben főzni. Egyelőre adok neki 3/4 órát. Igazából, amikor hazahozom a gyerekeket, majd akkor fogom csekkolni. Gyorsan oda tettem a vizet a zöld baboknak is, és a következő a listán a portalanítást választottam gyorsan. Mert ezzel gyorsan végezni tudok. Nem sok felület van, amit portalanítanom kell ebben a lakásban. Igazából nem sok minden van ebben a lakásban. Vagyis hát sok felület nincsen, tényleg. És most nem is olyan poros. Itt van Csabik a kavics gyűjteménye, nem tudom mennyire látjátok, akármerre megy, mindenhonnan hord haza kavicsot, és itt gyűjtjük. Biztos vagyok benne, hogy ma is fog hazahozni egy kavicsot. Az Zoliból minden nap hoz haza legalább egy picit. Béla. Mit rosszalkodtál ma, Béla? Mesélj. Mesélj nekünk, mit rosszalkodtál. Mi? Béla. Az a melltartó megvarrása lesz, ha találok egy jó tűt. Ez jó lesz szerintem. Voilà! El is készült. Szóval, akkor mit is húzhatunk ki? Portalanítás, meg volt főzés, nagyjából megvan, ugye? Mosni ma nem fogok, mert nem igazán száradtak le a ruhák, szóval ezt megtartom holnap, ezt inkább ki is húzom. Megvarni a melltartót megtörtént. Torna és körmözés, ez majd később lesz. Tornázni, nem tudom mikor fogok. Lehet addig, amíg a gyerekek fürdenek, de az is lehet, hogy majd csak azután, hogy ők elaludtak. Ezt majd még meglátom. És a körmözés az egyértelműen csak és kizárólag, miután a gyerekek elaludtak. És levittem a szemetet ugye korábban. Szóval kinyomtatni a papírokat, most az jön. Szóval, helyzetjelentés. Nagyon sokáig tartott, mire kinyomtattam az összes papíromat. Igazából teljesen végig, amíg itthon voltam, és még miután hazahoztam a gyerekeket is, még legalább 15 percen keresztül csak nyomtattam. Rengeteg papír van, szóval majd vennem kell, hogy hívják, azt a, ami összecsatolja a papírokat, hogy hívják. Most franciául jutott eszembe, franciául agrafőz, magyarul nem jut eszembe, az a kis szerkezet, ami összekapcsolja a papírokat. Vennem kell egy olyat, és vennem kell néhány mappát is, amiben majd
szépen szétszortírozom őket, külön a szerződéseket, külön a fizetési papírokat, és külön a szerződés végé papírokat. Na de, közben változott a terv is, mert közben szólt a természet, és a hónapnak bizonyos szakaszába léptem. Szóval a tornázás elmarad néhány napig, viszont kimostam egy adagot, és már ki is teregettem, és elkezdtem összevágni ezt a videót, és közben kireszeltem a körmömet. Nagyon nem tettem nagy erőfeszítést, és mivel kint a nappaliban már szörnyűek a fényviszonyok, jó magam sem látom a saját körmömet festeni, ezért csak itt nagyon gyorsan fogom kifesteni a körmömet egy ilyen csillogós, átlátszószerű lakkal. Nem viszem túlzásba, csak egy rétegben viszem fel, mert már eléggé elfáradtam, nem fogok hazudni. A morálommal még mindig nincsen semmi baj, ez még mindig nagyon jó, viszont érzem a fáradtságot. Sok mindent csináltam a mai napon, és már késő is van, ugye nyilván a gyerekek már alszanak. 11 óra körül van már. Rengeteget beszéltem ebben a mai videóban, szóval a vágása is elég hosszadalmas, mert végig kell hallgatnom saját magamat. De hát na. Néha jól esik így kibeszélni magamból a dolgokat, és néha tényleg reménykedem, hogy legalább jobb kedvre terít valakit ez a sok csacsogás, vagy valamilyen úton, módon tényleg jó tanácsokkal látlak el titeket, vagy valami, akármi jó hatással vagyok rátok már, megérte. Szóval... ez nem a valahol volt legszebb festésem lesz, de ez van. Ezt dobta a gép. Mára. Hát ez a középső új, ez megérdemel még egy sort. Mert az nem sikerült valami jól a tetején. Na. Szóval nagyjából így fog kinézni a körmöm. Még majd bekenem kézkrémmel, és körömágy olajjal is majd beitatom egy kicsit a körömágyomat. De szerintem ennyi lenne akkor mára ez a mai videó. Igazából lényegében a listát azt elvégeztem, a tornázáson kívül minden megtörtént rajta. A tornázás pedig így alakult. Semmi baj, néhány nap szünet, aztán újra tudom kezdeni. Ez van. Ez miatt nem fogok buslakodni, és tényleg nem húzta le ez az egy dolog a morálomat sem, szóval. Ennyi lenne akkor mára ez a mai videó, remélem tetszett, és velem tartotok legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!